2009-ben én Ausztriából költöztem éppen haza, és négy egyetemista társammal szerettem volna egy energiahatékonysági programot csinálni, melynek a mintáját Észak-Európából hozták éppen akkor Ausztriába. Ez egy olyan program volt, ahol nem erőműveket építettek, hanem energiamegtakarításokat hoztak létre, ezeket kicsit motiválták, hogy ezek létrejöjjenek, és az eredményeiket összegyűjtötték egy nagy poolba. Ez volt az, amit mi magyarul virtuális erőműnek nevezünk, egy olyan erőmű, aminek sosem kell megépülni az energiamegtakarítások eredményeképpen. 13 évvel ezelőtt, amikor ezt a virtuális erőmű programot elkezdtük, akkor pontosan az volt a cél, hogy fogjuk vissza az energiafogyasztást. Ennek az egyik legjobb módja az, amit az el nem fogyasztott energia, az a legkörnyezetbarátabb, és ezért nagyon örültünk annak, hogy a virtuális erőmű programban számos önkormányzat, különböző civil szervezet, gazdálkodó szervezet és költségvetési szervezet, iskolák, önkormányzatok kapcsolódtak be. Az intézmény számára ez egy kitekintés. Ugye eddig, mikor a kórházról beszélünk, két dologra fókuszáltunk. Az egyik a fejlesztések, gazdálkodás, másrészt pedig a betegellátás. Ugyanakkor nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a munkákat környezettudatosan és energiatudatosan végezzük. Energiahatékonyság gyakorlatilag ez egy szemlélet és egy gazdasági fejlesztésnek egy olyan válfaja, amellyel jelentős energia megtakarítás érhető el üzemeltetés szempontjából és gazdálkodás szempontjából. Hát ez egy feladat. Ez egy feladat elvégzett munka részben, hiszen 590 napelemünk van föltéve, hiszen évek óta a legrosszabb hőszigetelésű épületrészeket mindig sorra vesszük, cseréljük a nyilászárókat, és lehetőség szerint energia megtakarítást próbálunk elérni ennek a révén, és hát egy felelősség a jövő generációjának is. Én úgy gondolom, hogy maga az energiatudatosság, ez egy több mint 20 éves szakmai munkának az alappillére. Ez meghatározta a kórház egész infrastruktúrális fejlesztését, illetve ez képezte az alapját a későbbi energetikai beruházásoknak is. Lehetett látni, hogy az elmúlt 20 évben mind a rövid, közép vagy hosszú távú céloknál is elsődleges vezérrel volt, hogy legyen egy megfelelő méretű infrastruktúra, hogy az energiafelhasználás először is kerüljön optimalizálásra, úgymond csökkentésre, és ennek az optimalizált energiafelhasználásnak induljon el egy tervszerűen felépített fejlesztése. Ehhez a kórház Európai Uniós forrásokat, fenntartói támogatásokat, illetve saját bevételeket is folyamatosan felhasznált. És tudni kell azt, hogy ez a folyamat egyrészt áll egy infrastruktúrális fejlesztésből, viszont ezek az épületek folyamatosan megújulnak. Ciklikus körforgásban 97-től az energiatudatosság, energiahatékonyság jegyében. Energiahatékonyság mit jelent a 21. században? Hát alapvetően, ha szeretném lefordítani, akkor mindenképpen az, hogy hogyan tudunk takarékoskodni az energiával. És történelmünk során azért például a rendszerváltáskor a recesszió, amikor azért az ipar nagy változása végbe ment, akkor ez nagyon jót tett a környezetvédelemnek, hiszen az ipar visszafogásával az energia kibocsátásunk az csökkent. Mondhatom azt, hogy ez történt a pandémia alatt is. Nyilván most ebbe az energiaválságos időszakban szintén egy nagy takarékosságnak lehetünk a részesei. Ez egyébként lehet, hogy gazdasági szempontból nagyon rossznak tűnik, de azt kell, hogy mondjam, hogy a környezeti kibocsátások tekintetében viszont egy pozitív elmozdulás.
hogy a modell abból a szempontból nem tesz különbséget a szereplők között, hogy mindenben a célunk az el nem fogyasztása az energiának, értelemszerűen egy kórházi épület, egy önkormányzat épület, ahogy a magánlakásunk, házunk is energiahasználó, és a célunk egy racionalizással, vagy akár csak kultúraváltással, ennek a használt energiának a csökkentése. Ezért vannak ilyen sok rétűen a szereplők. Ami pedig azért látható, hogy még mindig inkább a nagyobb szereplők jelennek meg, bár láthatóan egyéni vállalkozásokat is tudtunk már díjazni. Ennek pedig az az oka, hogy egy nagyobb projektnél az előkészítő munka fajlagosan jóval olcsóbb ezrelékekben mérhető, mert részt veszünk, hogy a projektekben energiahatékony megoldások kerüljenek kidolgozásra. Egy családi háznál akár 15-20% is lehet a mérnök munkának a értékbeli aránya, ezért itt pedig digitalizációval haladunk előre, és most szeretnénk az idei évtől a magánemberek, a lakosság számára is elhozni a virtuális erőmű programot. Energia megtakarítással gyakorlatilag a kórház eredményesebb működését, a jövőbe látó gazdálkodás, megtakarítás is egy olyan prevenciós szemlélet kialakítását jelenti a műszaki területen dolgozók körében, akik a kórház üzemeltetését, működését már megújuló energiára és olyan energiaforrások beruházására koncentrálja, amivel lényegesen gazdaságosabban üzemeltethető bármelyik intézmény, nevezetesen kórházunk is. A Kazincbarcikai Kórház az elmúlt években több olyan intézkedést tett, aminek köszönhetően az energiahatékonyságot tudtuk növelni, tehát az energiafelhasználásunk csökkent. Megkerestük azokat a területeket, mármint fizikálisan azokat a területeket, ahol nincs betegellátás, illetve nincs szükség olyan fajta energiafelhasználásra. Azokat kikapcsoltuk, itt gondolok a fűtésre, vízre, villanyra, áramfelhasználásra. A szakrendelők esetében, amikor a szakrendelés nem működik, akkor kikapcsoljuk azokat az energiaevő rendszereket tulajdonképpen, amik az energiát fogyasztják. Ugye nem tudtunk sajnos az elmúlt években semmifajta energiahatékonysággal kapcsolatos beruházást csinálni, gondolok itt geotermikus energiára, gondolok itt naperőművekre, remélem a jövőben sikerülni fog. Nekünk volt egy speciális helyzetünk, mi KFT-ként működtünk, és KFT-ként nem tudtuk ezekre pályázni. Amit tudtunk, azt önerőből tudtunk megtenni. A mi elszámunk a takarékosság volt, nem az energiahatékonyság, hanem a takarékosság. Azt gondolom, hogy rengeteg energia megy el teljesen feleslegesen veszendőbe, és mi ezt próbáltuk az elmúlt években megakadályozni. Tehát nálunk itt jelentkezett tulajdonképpen a takarítás, egy 5-10-15, van ahol 20%-os megtakarítást is tudtunk elérni, azzal, hogy megvizsgáltuk az egész épületrendszerben, ami több mint 10 000 négyzetméter, hol tudunk energiát megtakarítani. Mi a fogyasztási oldalra orientálunk, vagyis a célunk a fogyasztás csökkentése. Ma Magyarországon ugye az energián belül Paks és csak a villamosenergia 40%-át termeli, tehát sajnos nem vagyunk abban a kedvező helyzetben, hogy konkuráljunk azzal, hogy a mi erőművünk kiszorítja esetleg Paksot. Mi úgy látjuk, hogy egy olyan okos energiamix, ami mondjuk termelésben új erőművek építését Paks 2 után már nem indukál, nincs rá szükség, létrehozható a programunk kiterjesztésével. Energia megtakarítás területén úgy a kórház, mint pedig a rendelő intézet területén egyaránt a jelentős számú több mint 625 darab napelem felszerelésével jelentős energia megtakarítást tudtunk elérni, úgy a fűtés, mint pedig a melegvíz terén is. Ehhez még hozzájárult az elmúlt időszakban történt nyilászárók cseréje is, valamint a nagymértékű odafigyeléssel jelentős energiát tudtunk megtakarítani, ami pénzben is jelentős értéket jelentett a kórházunk és a rendelőintézetünk számára egyaránt. Az infrastruktúrális beruházások mellett folyamatosan megindult 2015-ben az energia felhasználás tudatos fejlesztése, hiszen kezdetben először egy 120 kW-os, később pedig egy 200 kW-os napelemrendszer került telepítésre, ami előállítja a kórház villamosenergiaellátásának egy 20-25%-át. Nem csak hatékony, hanem
környezettudatos. Én úgy gondolom, hogy egyrészt biztosítja az intézményi, gazdasági, illetve az ökológiai stabilitást. Intézményünk állami támogatásoknak köszönhetően nagyon jelentős, nagyságrendű energia hatékonysági beruházást végzett az elmúlt 5 évben. Intézményünkben mintegy 6000 darab napelem került telepítésre, 1,5 megawatt összteljesítménnyel, ami az intézmény energia felhasználásának mintegy 8-9%-át fedezi. Ez összegben számszerűsítve megközelíti a 100 millió forintos nagyságrendet évi megtakarítás szintjén, illetve most, hogy az energiárok jelentősen emelkedtek, a 100 millió forintot is meghaladja ezen megtakarítás. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy azok az épületek, amelyeket újonnan építettünk, azok mind-mind már az energiatudatosság jegyében épültek, tehát azoknak a modern hőszigetelési normáknak feleltek meg, illetve energiahatékonysági normáknak feleltek meg, amelyeket az Európai Unió számunkra előír. Itt példaként említeném mondjuk a gastroenterológiának az új épületét, vagy ide sorolhatnám például a gazdasági igazgatósághoz tartozó logisztikai bázist is. Ezen kívül törekszünk arra, hogy régi épületeinket megújítsuk. Ugye a gyek sürgősségi beruházásnak a kapcsán ennek a nyomait már láthatjuk, és hát azt örömmel jelenthetem be, hogy vélhetően júniusban, reméljük, hogy a munka nem csúszik, de a gyermekegészségügyi központ, illetve hozzátartozó rehabilitációs épület teljes körű hőszigetelése meg fog majd történni. Új épületnél Európai Uniós elvárási szempont, hogy minden beruházás energiahatékony legyen. Ezért bizonyos mutatókat kell biztosítani energia megtakarítás területén, tehát gyakorlatilag az új épületeknél olyan energiahatékony gépészeti berendezési tárgyakat kell telepíteni, nevezetesen napelemeket, hőszivattyúkat, amelyekkel az épület alapenergia ellátása szinte nullára jön ki. A jövőben megvalósítandó kardiovaszkuláris központ tekintetében is ilyen berendezési tárgyak kerültek betervezésre, amivel az épület alapenergia igényét el tudja majd látni a gépészeti kiszolgáló berendezés, energiatermelő berendezések tosakasága. Ami még számunkra rendkívül fontos, a hulladék gazdálkodásnak a környezettudatossága, hiszen egy kórházban speciális hulladékok keletkeznek. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ez zárt rendszerben megfelelő hatékonysággal és a környezetvédelmi szabályoknak maximálisan megfelelve tudjuk megoldani. Bár eleinte 200 megawattos kibocsátásokat tudtunk megtakarítani, de mára már elmondhatjuk, hogy 1000 megawatt megtakarításunk van. Ezzel gyakorlatilag a paksi erőműt követően a második legnagyobb erőmű, ez a virtuális erőmű ma Magyarországon. Egyébként ez egy európai díjas projekt, sőt, már az ENSZ-ben is volt köztársasági elnök úr ismertette ezt a projektet. És én nagyon örülök annak, hogy a szervezetek csatlakozásával egy olyan mozgalmat tudtunk elindítani azzal, hogy tulajdonképpen egy lájkolással segítjük, hiszen egy oklevéllel, egyébbel díjazzuk ezt a programot, és ebben már mentorok is szerepelnek. Ezzel valamit mi hozzá tudunk tenni ahhoz, ami a klímaváltozás tekintetében az energiafogyasztásunk csökkentését, és ezzel a következő generációk élhető környezetét segítjük. Alapvetően ma már nem csak környezetvédelemről beszélünk, hanem fenntartható fejlődésről. Fenntarthatóság számunkra azt jelenti, hogy a gazdasági, a társadalmi, szociális és az ökológiai, tehát környezeti kérdéseket együtt kezeljük.
azt látjuk, hogy a problémáink azok egy rendszerben jelennek meg, tehát erre rendszerszerű választ kívánunk adni. Ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a gazdasági téren hogyan tudjuk azokat a végrehajtás területén azokat az intézkedéseket megtenni, ami nyilvánvaló társadalmi, szociális és környezeti területen is pozitív elmozdulást jelent. És éppen ezért tettünk már arra erőfeszítést a parlamentben is, hogy ne a növekedést mérjük, hanem a fejlődést. Ebben az összefüggésben mondhatom azt, hogy állítsuk szembe a jólétet, tehát ott, ahol az erőforrások, beleértve az anyagi erőforrásokat is legyenek az elsődlegesek, ehhez képest inkább a jól lét, tehát akkor, ahol vannak erkölcsi, morális kötelezettségeink is, például az együttműködés, például az odafigyelés, és sorolhatnám tovább ezeket, a szeretetről nem is beszélve. Akkor, amikor ma a világunk az, és az egész globális világ gyakorlatilag egy ilyen a jólétet abba próbálja meg csak megmutatni, hogy minél több erőforrást hogyan tudunk a saját kényelmünk kiszolgálásáért igénybe venni. Ezért én itt elmondtam a bevezetőmben azt is, hogy ma 1,75 bolygót használunk. Nem egy bolygót, 1,75-öt, majdnem két bolygót használunk. Tehát annyi erőforrást használunk el évente, amihez két bolygó kellene. Tehát gyakorlatilag már ma a jövőnket éljük fel. Ezért szokták azt mondani, hogy minden évben van egy úgynevezett túllövés napja, ami azt jelzi, hogy a globális világban melyik az a választóvonal, amíg a világ elhasználja az erőforrásokat. Ez tavaly július vége volt, tehát július 28. Amit július 28 után fogyasztott a világ, az már gyakorlatilag a következő évi erőforrások felhasználását jelentette. Most én azt gondolom, hogy erre mindenképpen oda kellene figyelnünk. Én is sokszor elgondolkodom, hogy az unokám, aki most lesz júniusban 5 éves, ő milyen világban fog élni, amikor annyi idős lesz, mint én. Mert ha csak én abból indulok ki, hogy 1970-ben, amikor én már javában éltem, még egy bolygót használtunk, már, tehát az volt az a választóvíz, amikor elértük a demográfiai folyamatokban azt a pontot, ahol még egy bolygót, mára már ez 1,75. És ma már írnak arról a jövő kutatók, hogy olyan 11 milliárdnyian, ha leszünk a Földön, az már gyakorlatilag olyan túlnépesedés jelent, amikor az eltartó képessége a Föld, tehát a bolygónak gyakorlatilag ellehetetlenül. Most erre most nem odafigyelni, és a saját felelősségünkben ezeket a pontokat megtalálni, én azt gondolom, hogy merő negligencia, hanyagság lenne részünkről. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos azoknak a szereplőknek a részvétele ebben, akik nem csak beszélnek erről. Van sok politikus, aki csak beszél arról, hogy milyen nagy dolgokat kellene tenni. Ezek az apró dolgok, hogy minden egyes felelősséget vállaló szervezet, cég, önkormányzat, kormányzat ebben hozzáteszi a maga felelősségébe eső értéket, akkor én azt gondolom, hogy igazán sokat teszünk.